Jó estét kívánok, kedves nézők, ez már itt a háttér. Napra pontosan 90 évvel ezelőtt megszületett Kardos Pál. Kardos Pál Liszt Ferenc díjas karnagy, akiről valljuk be, hogy azon túl, hogy az ő nevét viseli a ceglédi pedagógus énekkar, lehet, hogy sokan nem tudunk ennél sokkal többet. Pedig nagyon megérdemelni, hogy beszéljünk róla, beszélünk is még hozzá, nem a kekő vendégem, Béres Károly. Jó estét kívánok, köszöntöm, tanár úr. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket és mindenkit. Valóban igaz ez, amit én mondok, mert mondjuk más is ezt mondta, hogy Kardos Pálról talán miattatlanul keveset tudunk, pedig Cegléden született. Hát igaz, amit mondott, mert az az igazság, hogy ő egy nagyon kora érett gyerek volt, tehát már az általános iskolát is nem 6 éves korába kezdte, hanem a szülei kívánságára már 5 éves kora után. Nem azért, mert otthon nem bírtak vele a szülei, hanem úgy látták, hogy annyira értelmes, annyira okos, hogy jobb, ha már elmegy iskolába. Így aztán 13 éves kora után mindent egy évvel tulajdonképpen hamarabb fejezett be. Ez igaz, tehát ugye ő 13 éves korától azt aztán már elkerült Nagykőrösre, a kántorképzőbe, kántortanítói végzettséget ugye ott szerezte majd, és hát ugye abban az időben azért nem volt ilyen modern közlekedés, mint ma, nagyon sokat, ő kerékpárral ment a jobb időkben mindig Nagykőrösre, úgy naponta 32 kilométert vagy 33-at ugye megtett, az egy jó sport is volt egyébként. Tehát igaz, de azt hiszem, hogy ő legkevésbé tehet erről, mi talán egy kicsit igen, mert ennél több méltatást érdemelne, amilyen nagy ember volt. Az majd az azt hiszem ki fog derülni, és kiderül a beszélgetésünkből. És azért is volt szívderítő látni, hogy pontosan az ő nevét viselő énekkar keddi próbáján emlékeztek meg róla, méghozzá ott adott tanár úr előadást. Lehetne ezer dologról beszélni, fogunk is. De engem például az érdekelne, hogy az önök első találkozása az hol zajlott, egy találkozása, hogyan ismerték meg egymást? Igen. Ezt számtalan helyet mondhatnánk, mert annyi sok kereszt utca lehet az életben. Az tulajdonképpen volt egy elméleti találkozásunk, és volt egy gyakorlati. Ez egy rendkívül érdekes dolog, mert az én Gál István sevogorom, aki szintén Nagykőrösön végzett, mint kántortanító, aztán később lett biológia földrajzszakos tanár, aki aztán majd a Táncsics iskolába került, de az én szülőfalumba kezdte, úgy lett sógorom, hogy a nővéremet elvette a feleségül, és mielőtt, hát ugye többször beszélgetés kapcsán kiderült, hogy azon kívül, hogy egy kiváló professzoruk és vezetőjük volt Nagykőrösön, hisz akkor a nagykőrösi kántorképző, meg a főiskola énekkara, az szinte mondhatom azt, hogy Közép-Európa legjobb férfi kara volt, mint ahogy később lett a háború, tehát a Honvéd Művész Együttes énekkara 56-ig, de hát azért utána megint összeszedték majd magukat. És a sógorom már akkor fölhívta nekem a figyelmemet, mielőtt én még egyáltalán nem is hallottam Kardos Pálról, hogy volt a kántorképzőben két kiváló képességű ember, azt mondta, az egyik Kardos Pál, a másik pedig Kis István karnagy, aki később a Nagykőrösi Művközpont igazgatója volt, meg mindent énekkarokat vezetett, most a kedves felesége folytatja, aki meg nekem volt aztán később tanítványom. Tehát őtől hallottam először a Kardos Pál nevét, fogalmam sem volt, és tulajdonképpen gyakorlatilag én ővele akkor ismerkedtem meg személyesen is, amikor nem is a zenei általános, mert ott kezdtem a pályafutásomat, hanem amikor 62-ben igazgató lettem a zeneiskolába, és akkor egyszer bejött hozzám, és akkor már átkerült Miskolcról ugye Szegedre, és utána az új zeneiskola épületében többször hosszasan beszélgetünk, rettenetes sok problémája volt, nem szakmai szempontból, hanem úgy nagy általánosságban, és hát ezt úgy szerette megosztani másokkal, meg arra is kíváncsi volt, hogy erre ki hogyan reagál, és mondjuk ő hogyan oldaná meg ezt a problémát. Tehát így jött létre ez a kettős találkozásunk. Kardos Pál munkásságának miben lett a jelentősége az, hogy mai napig úgy beszélnek róla, mint meghatározó alakja a zenepedagógiának, illetve a karnagyi életművéről is ugyanígy beszélnek. Hát maga azt hiszem az egész egyénisége, aminek azt hiszem azon kívül, hogy az egy óriási zenei tehetséggel is párosult, tehát volt az egyéniségének egy fantasztikus varázsa. Már Miskolcon is figyelmeztették, pedig hát ott kezdte a pályafutását, hogy ha ezt így csinálja, rövid időn belül majd el fog égni. De hát ez nem érdekelte, mert ő ilyennek született,
mint ahogy mondtam, hogy azért kellett beadni már 5 éves kora után, ilyennek született. Tehát a génjeibe volt, őneki volt egy fantasztikus egyéni varázsa, ragyogó humorérzéke és egy szédületes szakmai tudása. A szakmai tudást hol gyarapította és hol kamatoztatta? Hát őt ugye adódott mind abból a génekből, amit mondtam, hogy miért kezdte. Tehát egy nagyon élesagyú ember volt, és őt nagyon foglalkoztatta az intonáció, a tiszta éneklés. Tehát nem csak az, hogy uniszóna, hanem kórusba. És nagyon foglalkoztatta az, aztán erre partnereket talált Kecskeméten, vagy Szegeden, amikor Miskolcról átkerült. De hát ott már ugye ő, hogy úgy mondjam, föltette a koronát, mert 5 éves munkássága után ugye beneveztek a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre, és ők ott mindjárt megosztott első díjat nyert 4-5 éves munka után. A győri Szabó Miklós által vezetett, akkor azt mondták, hogy olyan énekkar még egy nem lesz Magyarországon, mint az, amit egy Szabó Miklós csinált Győrön, és még ma is csinálja. Hát most már lassan ő is 90 felé. De hát még mindig a Szabó Miklós az egy utolérhetetlen egyéniség, hát főleg a karnagyok, vagy mondjam, a karnagyok között. Igen, és akkor nem fejeztem be, hogy majd szóljon is, hogyha esetleg elkalandoznék, hogy nagyon foglalkoztatta, hogy tudnélik, ugye a normál A hangnak a rezgésszáma 440. Na most ugye megvan a 12 fokú kromatikus magyar skála, ez ugye az európai, a dur-moll, ugye főleg ez volt a domináns, meg ugye erre szokott rá a fülünk, ezért is jött majd furcsán az, amikor jött a népzene, meg az egész hangú skála, és ő azt nagyon jól tudta már elméletből, meg nagyon érdekelte ez a téma, hogy lehet az, amikor ugye temperálták Bach, tehát kb. 1650-es években, hogy beosztották az oktávot 12 fél hangra, hogy lehet az, hogy a zongorán mondjuk a középen lévő C hangtól fölfelé a félhangok közötti rezgésszám különbség az állandóan nő, csak mondom, hogyha például az A és az Ice, vagy a G és a Giz között, a félhangok között van, mit tudom én, 15 vagy 25 rezgésszám különbség, hogy lehet az, hogy az három oktával följebb, egyre nő is már 22, 23, 24, és lefelé pedig ez majdnem ugyanilyen arányban csökken. Tehát ezért van az, amit ma is mondanak, egyébként akkor őket azért nagyon megtámadták Bachék, a fizikusok, hogy ők be tudták egyértelműen mutatni fizikai szempontból is, meg matematikailag is, hogy ez egy nem egy tökéletes, tiszta dolog, mert ha nőnek a rezgésszámok, akkor nem lehetnek az egyes hangközök közötti különbségek azonosak, ha lefelé megcsökkennek. Ezért van az, hogy hiába találták fel ugye a japánok a hangológépet, azzal tökéletesen nem lehet felhangolni a zongorát, csak egy bizonyos intervallumon belül, mert ha fölfelé a végén a többletből nem vennének el, a lefelé pedig nem adnának hozzá, akkor 7 oktáv után már nem találkoznának a hangok azonos magasságai. Na és ők ezzel állandóan kísérleteztek. Volt egy Bodás Péter nevezetű kollega, aki egy kiváló zongora tanár volt Szegeden a Zeliskrai Tanárképző Intézetben, meg még egy fizikus, és különböző ilyen kísérleti hangszereket meg mindent csináltak, hogy hogyan lehet ezeket, mert úgy nevezték ezeket a pici kis rezgésszámokat, hogy kómáknak nevezték, és meg így nevezi a zenei tudomány is. Tehát a kómáknak, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani azért. Na most ilyen behatóan Kardos Pálon kívül ezzel nem foglalkozott senki. Darvas Gábor még volt, aki írt a zene anatómiáról, mert nagy könyvei vannak, meg minden, de ilyen részletességgel senki nem foglalkozott, mint ő. Most meg is fog jelenni, most jelenik meg szombaton az ezzel szóló könyve, mert ő írt az 1970-es években egy a karvezetőknek megjelent egy ilyen főiskolai jegyzetsorozat. Az első volt az Életet az énekbe, amit Bárdos Lajos írt, aztán a Kardos Pál kötete volt a harmadik, amelyik az intonációról szólt, tehát ott is az intonáció, a tiszta éneklés, hogy hogyan lehet. Hát természetesen ugye
ez főleg akkor foglalkoztathat egy komoly zenei szakembert, ha olyan anyaggal foglalkozik, főiskolai szakos hallgatókkal, meg már így csinál, ez volt a szerencséje Miskolcon is, hogy ott is a zeneművészeti szakközépiskola és a tanárképző hallgatóinak tanította, akikkel az elképzeléseit meg is lehetett valósítani, mert ezt egy amatőr együttessel majdnem, hogy lehetetlen megvalósítani. Tehát itt nem is abszolút fülű emberekre van szükség, lehet, hogy az zavarná is, hogyha ő az intonációnak, mert akinek abszolút hallása van, az nem foglalkozik a kómákkal. Ő pontosan hallja a giszről, hogy gisz, hogy a C az C, a B az B, és így tovább, de hát ugye azért az elvét vált, én egy Békésszarvason zenei intézménybe végeztem, voltunk 140-en az ország minden részéről, és két embernek volt abszolút hallása. Az nem túl sok. Igen. Viszont így van alapanyag, mondjuk egy kardos. Még válogatva, kb. 1200 emberből kiválogatva. Hát, nagyon fiatalon halt meg Kardos Pál, mondhatni, hogy nagyon fiatalon, 51 éves volt. Igen. Rengeteg mindent kutathatott volna, gondolom még. Vannak félbe maradt dolgai, vannak olyan dolgok, amit az utókorra várt, vagy az utódokra várt, hogy folytassák az ő kutatásait? Hát az az igazság, hogy szóval hát azért az intonáció... Most jelenik meg ez a könyv, amiről beszéltem, szombaton lesz az átadása, mert ez is bizonyítja az ő nagyságát, hogy milyen sokoldalú ember volt, mert most Szegeden, 11-én és 12-én, ugye ez a szombat-vasárnap, úgy rendeznek egy nagy kórus karnagy versenyt, hogy Kodály Zoltán születésének a 135. és Kardos Pál születésének a 90. évfordulója alkalmából. Tehát, hogy milyen nagy személyiség volt Kardos Pál, az is bizonyítja, hogy Kodály Zoltánnal együtt lehetett őket, vagy tették most föl. Most majd a fia fogja ezt a könyvet ismertetni, meg Vincenti Zsuzsanna, a Kóta főtitkára. Jelenleg ugye Budapest, a központ mindenféle szempontból. Tehát, de ezen kívül hát rengeteg tanulmányt, meg szakpedagógiai, meg mindenféle szó, mert hát, hogy mivel ő főiskolai hallgatókkal foglalkozott Szegeden 1961-től kezdve, vagy 62-től, megközelítően, 62-től, hogy mondjam, hát bele is kényszerült abba, hogy olyan a relatív szolmizáció, meg az abszolút hangszer, vagy hangrendszer, meg minden, amire a hallgatósnak is szüksége van. Tehát ő neki az volt a fő feladata, hogy kiváló fiatal karnagyokat képezzen. Hát ő nekik lesz most a verseny szombat-vasárnap, el is megyek vasárnap majd erre a döntőre. Végül élete végére azért csak közelebb került Cegléthez, mint Szeged, mert egy Kecskemétre került Kardos Pál. Miért kellett jönnie Szegedről? Akart jönni Szegedről? Mit lehet tudni? Hát igazából nem foglalkoztatta őt ez nagyon, hogy eljöjjön Szegedről, mert tulajdonképpen egy ceglédi embernek köszönhető, hogy oda került. Varga Ferencnek, aki a Varga tanító úrnak a fia volt, a Varga Márta, a testvére, az még ma is él Cegléden, még én tavaly vagy tevelőtt hallottam orgonázni meg a Széchenyi úti kis templomba, tehát őnek is volt elég komoly zenei vénája, talán olyan nagy nem, mint a testvérének, a Ferinek, és ők a Ceglédről is ismerték már egymást, mert Varga tanítóról a Mészáros iskolába tanított, én jól ismertem még az édesapját, és az akadémián találkoztak, mikor ő oda került. Ugye, és hát gyönyörű ajánló levéllel, akkor éppen ugye a Fésűs Ferinek, éknek ugye a nagypapája volt a református pap, aki ugye gyönyörű ajánlást írt Palinak a felvételét illetően az akadémiára, aki egyébként nem karvezető szakra jelentkezett eredeti, hanem orgonistának, és azonnal föl is vették. Csak egy év múlva a nyugdíjazták a nagyon kiváló orgonatanárát az akadémián, és akkor ő átment a karvezető szakra, és így akkor Vásárhelyi tanár úr tanítványa, meg az akkori nagyságok, Szőnyi Erzsébet, Kodály Zoltán, stb. Lett a tanítványa. De már, mikor már, na de hát ugye, mikor végzett Nagykőrösön 55-be, akkor ő először itt dolgozott Szegléden, két évig segédkántor volt, mert akkor volt itt egy kiváló orgonista, akit úgy hívtak, hogy Darab Lajos,
Nagyon kiváló volt, őről nagyon sokat hallottam, Arany Laci bácsitól is, ugye akkor már a 40-es években ő is Szeglédre került, és a Darab Lajosnál ő nagyon megtanult, tehát éjjel-nappal gyakorolt, hol a református templom kisebb adottságú orgonájával, de 1944-ben, mikor megépült a katolikus egyház orgonája, az már egy három manuális volt, és akkor ő igyekezett a két orgonán, amikor csak lehetett. Például Laci bácsi mesélte, hogy mikor a második világháború vége felé a visszavonuló német csapatok meghallották, hogy itt állandó orgonázik valaki, mentek fel mindig hozzá, a templomban is hallgatták az orgona muzsikát, mert nekik az egy megnyugvást, egy megbékélést, és annyit beszéltek a palival németül, hogy mire ment az akadémiára, majdnem tudott, tehát kiváló nyelvérzéke is volt, nyelvérzéke volt, majdnem tudott németül. De hát abban a német nyelvtudásban őt azért nagyon segítette az a híres prof, aki később, ugye, mindjárt mondom, dr. Ceglédi Károly, aki később ugye az ötös órán tudomány, mint ő itt pap volt akkor, de aztán feladta a papi hivatást, aztán ő ornitológiával foglalkozott, tehát azt hiszem India, meg nem tudom milyen egészen különleges nyelvekkel. Én tudom, hogy nagyon sokan tartották vele Ceglédről a kapcsolatot, például dr. Zsengellél Ferenc, aki nekünk helyettesünk volt, de ő mint egyházjogász, hát nagyon, nagyon jó. Tehát két nagyon szerencsés ember volt itt, a Darab Lajos, mint muzsikus, és hát a dr. Ceglédi, és hát egy nagyon gyönyörű ajánló levelet kapott, hogy ő oda jusson. Tehát ő egy nagyon sok oldalú ember volt. Azt szokták azt hiszem mondani, hogy az ember minél többet tud, annál inkább rájön, hogy milyen keveset tud. Órákat beszélhetnénk még Kardospárról. Én köszönöm szépen ezt a múlt idézést és Kardospár emlékének felidézését, és akkor majd találkozunk esetleg majd az a bizonyos verseny után és a hétvége után egy élménybeszámolóra egyszer legközelebb. Jó, nagyon szépen köszönöm, hát tulajdonképpen én csak annyiban lehettem most itt illetékes erről beszélni, mert ugye a Kardospár énekkart én alapítottam, de hát ugye Juditkáék soltésznél, meg most ugye a Timkó Tamás kollega is besegít neki, egy kicsit ugye a két énekkar vonat, a gimnázium meg a harosá, mert én nem tudtam minden rendezvényre elmenni, ugye amikor felvették a Kardospár nevét az énekkar, és azóta ezt az örökséget nagyon tovább viszik Szegeden. Így most ugye a Rozgonyi Éva, aki már ő is nyugdíjas, ő tanítványa volt a Kardospárnak, Miskolcon, az Elmiszlét szakközépiskolában, én meg Békéstereson voltam vele iskolatárs, és hát mi állandóan tartjuk a kapcsolatot, így megyek most el vasárnap erre, hogy elnézést is kérek másoktól, de talán mivel nekem több alkalommal volt személyes találkozásom a Kardospállal, nekik meg már nem, az utódaimnak, így talán nem kétséges, hogy, igen, hogy jókor voltunk, jó helyen most. Erről egy kicsit többet tudjanak a ceglédiek is. Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hétvégére pedig szép zenei élményeket kívánok. Köszönöm szépen, és jó szívvel tettem. Köszönöm a nézőknek a figyelmet, ennyi volt már a Háttér, viszontlátásra.